Studio Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk. Köszöntjük a Studio Veszprém Podcast hallgatóit és nézőit. Mai beszélgető partnerünk dr. Bagyas Péter, aki foglalkozás egészségügyi szakorvos, a Viszvisz Kft.-nek az ügyvezető igazgatója. Foglalkoztatás egészségügy, ez egy eléggé sajátosan hangzó megállapítás. Péter, első kérdésünk az, hogy a sokféle szakmai tevékenység az orvosok körében és szakmai megközelítés, az hogyan vezetett téged az egészségügyi szakorvosok között a foglalkozás szakorvosáshoz? Ez egy nagyon speciális tevékenység? Ez egy nagyon jó kérdés. Ez egyszerre speciális és egyszerre általános. Itt egy olyan a hagyományos orvosláson kívül egyéb olyan, mondjuk azt, hogy mérnöki vagy ipari attitűd is szükséges, amivel így tudunk mi egy viszonylag komplex egészségügyi szolgáltatást adni. Ez kicsit, nem azt mondom, hogy több, ez más, mint a hagyományos orvoslás. És hogyha mi mondjuk egy vendéglátó helyet működtetünk, csak azért utalok erre, mert valamikor a erdei étterem és panziót működtettük, és ti voltatok, vagy te voltál a mi foglalkoztatás egészségügyi szakorvosunk, és ott úgy emlékszem, hogy kötelezettség volt arra nézvést, hogy a dolgozóinkat évente meg kellett vizsgáltatni. Ez továbbra is valamiféle előírás, hogy minden ágazatban létezik? Tehát mi ennek a műfaja? Igen. Először ugye foglalkozás egészségügyről beszélünk, és mint olyan jogszabályok által ez egy kötelező dolog. Mindenkire vonatkozik, akinek alkalmazottja van. Mi is ellátunk egy fős céget, meg 2500 fős céget is. A mi munkánk igazándiból az, hogy e mögé tegyünk egy plusz tartalmat, adjunk értelmet ennek a jogszabályi kötelezettségnek. Mi ezen dolgozunk, ez azt jelenti, hogy nem csak a szó szerint szigorúan vett alkalmazottsági vizsgálatokat csináljuk, hanem próbáljuk kiegészíteni minden olyan dologgal, amit én értelmesnek tartok. Amikor jött a COVID, akkor nem az alkalmasságnak volt természetesen elsősége, hanem az, hogy segítsük a cégeket, alapvetően a vállalati egészségügyben érintett minden szereplőt, hogy meg tudjon felelni ezeknek a kihívásoknak. Tehát ha van most egy vagy két alkalmazottam egy cégben, akkor és nem vizsgáltatom meg, akkor engem megbüntetnek? Igen. Igen. Akkor ezt eléggé komolyan kell venni. Muszáj. Hát alapvetően részben az, hogy muszáj, megbüntethetnek, nem ez a legfőbb probléma, hanem az, hogy a foglalkozás egészségügyi orvosnak szerepe van abban is, hogy akár egy kártérítési perben megvédje a cégét. Megvédje azokat a cégeket, akiknek dolgozik, vagy legalábbis megpróbáljon észszerű tanácsokat adni. Tehát nem csak az alkalmassági vélemény hiánya, ami egy ellenőrzésnél probléma lehet, hanem ennek bármilyen folytatása. Amikor egy üzemi baleset kivizsgálásánál első dolog bekérik, hogy milyen alkalmassági véleménye volt, foglalkozási megbetegedés kivizsgálásánál első dolog, amikor az üzemorvos véleményét kéri ki, vagy magát az alkalmassági véleményt fizikai valójában. Tehát innentől fogva, aki ezzel a dologgal nem foglalkozik, azért ez egy viszonylag nagy támadási felületet hagy magának. A megközelítésben egyébként látsz-e valami változást? Én úgy emlékszem rá, hogy ez mondjuk a 90-es évek elején, amikor ennek a rendszernek teret adott az új környezet, vállalati környezet, szabályozási környezet, akkor ez egy ilyen szükséges, rossz és teherként viszonyultak hozzá mind a munkáltatók, mind pedig a munkavállalók. Ebben változott az attitűd. Egyrészt ugye beszélünk a kötelező jellegről, de ahogy te megmondod, hogy próbáltok többet is mögé tenni, mint a kötelező. Van ebben valami
amit te látsz, elmozdulás? Igen, ugye 95-ben volt egy radikális átalakítása a rendszernek, és ezek után teljes mértékben a piaci alapon működik az üzemorvoslás. Ennek a, mondjuk az, hogy speciális szabályaival együtt, vagy a kapitalizmusra jellemző szabályaival együtt. Tehát az egyik üzemorvos a másiknak egy piaci konkurenciája. Ahhoz, hogy túléljen, ahhoz jobb szolgáltatást kell adni, mint a többiek. Elindult egy időben egy árverseny lefelé, vagy hát ugye megtalálja a maga szabályait a piac. Most már nem ez az elsődleges, nem a legolcsóbb üzemorvos fog egy versenytárgyaláson feltétlenül nyerni. Cégeket nagyon érdekli az, hogy még mit kapnak mellé. Ha már egyszer kötelező, akkor ők azért szeretnének természetesen pénzükért minél többet kapni. Ez egy abszolút érthető dolog, és ez így jó. Most a honlapotokon van egy olyan, hogy egyoldalú vélemény, amiben leírhatja a szolgáltatást igénybe vévő, akár anonim módon, hogy ő hogyan értékeli azt, amit csináltok. Ezt nem nagyon látom más honlapokon, vagy más egészségügyi szolgáltatók, mert mondjuk a magyar általános egészségügyi szolgáltatásban egyáltalán az államiban. Tehát ez engem egy kicsit meglepett. Élnek ezzel a lehetőséggel? Írogatnak ebben az ügyben? Időnként kapunk véleményt. Az igazi talán unikum ebben a dologban, hogy anonim meg lehet tenni. Ez nekünk egy nagyon nagy érték. Az az információ, ami rólunk kialakul, az nagyon-nagyon fontos. Tengernyi weblapot lehet látni, ahol kiírják a pozitív véleményt, és mindenki megkérdezi magába, hogy ez most vagy igaz, vagy nem. Ilyen vélemény, olyan vélemény. Én ezzel szerettem volna szembe menni, és azt mondjuk, hogy kérdezzük meg a valóságot. Az igazi valóságot, és azt nem feltétlenül lehet mindig névvel vállalni. De nekünk az információ akkor is érték. Ha valamit hibáztunk, tudnom kell, hogy mit hibáztunk. Az természetesen minél többet írnak le a körülményekről, én annál jobban utána tudok nézni a dolgoknak, hogy cégen belül mi történt. Tehát ez nem olyan, hogy én is akár feltétlen nélkül elfogadom, de az, hogy született egy ilyen vélemény. És hogyha a vélemény alkotója veszi a fáradtságot, hogy le is írja, akkor az nagy valószínűséggel egy komoly dolog. Tehát nekem utána kell nézni. Van lehetőség arra, hogy azonosítókat kérjünk, tehát, hogy ha megadja az e-mail címet, megadja a telefonszámát, nagyon szívesen válaszolunk, de nem kötelező elem. Ha meg nem adja meg, akkor természetesen válaszolni nem tudjuk, de a véleményét mindenképpen megköszönjük. Igen, egy kicsit menjünk fel a gyakorlatiasság felé, bocsánat, csak hogy lefordítsuk ezt az érthetőség szintjére is laikusok számára. A te vagy a ti legfőbb versenytársatokhoz képest mi az a többlet, az a plusz, amitől aztán mégiscsak titeket választanak? Ez úgy azokat, azt hát van érdemes megkérdezni, akik minket választottak. Elsődlegesnek én talán a rugalmasságot érzem. Ugye mi az iparban dolgozunk, és ott az igények néha nagyon-nagyon gyorsan változnak. Tehát hirtelen föl kell venni 20 embert, föl kell venni 40 embert. Azt nem lehet úgy, hogy majd adunk időpontot egy hét múlva, adunk időpontot két hét múlva. Tehát a megbízónak rá kell érezni azokra a prioritásaira, amit ő fontosnak talál. És ebben például, hogy viszonylag gyorsan tudjunk alkalmazkodni, és gyorsan tudjunk megvizsgálni dolgozókat, ha kell, nyissunk nekik plusz rendelést, mert ez egy jogos igény részükről, mert ő azért vesz föl egy munkavállalót, mert ő minél előbb szeretne vele dolgozni, és ne az üzemorvoson akadjon meg. Talán ez a legfontosabb, amit én most érzek. Az, hogy a szakma szabályai szerint dolgozunk, az triviális, az viszonylag elvárás. Ami még fontos lehet, hogy akár egy bírósági eljárásban meg tudjuk védeni azt a véleményt, amit mi kiadtunk. Ha adtunk egy korlátozást, akkor azt idegennek előtt is meg tudjuk védeni, hogy miért történt.
Illetve ami még talán fontos lehet, hogy bizonyos diagnózisok, bizonyos betegtípusok esetén, ami hálás és szeretik az ellátott cégek, ha rövidre tudjuk zárni a kapcsolatot, tehát vegye fel a telefont, vagy én is fölhívom, és megmondom, hogy így érdemes dolgoztatni, úgy nem szabad dolgoztatni. Tehát egy interakciót próbálok ebbe a dologba belevinni, amit szeretnek, ezt értékelik. Úgy érzem, milyen, milyen érzés az, amikor megvizsgáljátok a munkavállalót, és 30 évet dolgozott abban a munkakörben, és kiderül, hogy a, nem tudom én, a vérnyomás panaszai miatt, vagy egyéb más okok miatt azonnal meg kell szüntetni abban a munkakörben a munkaviszonyát. És ezt közölni kell vele. Vérnyomás éppen ebből a szempontból nem jó példa, de tulajdonképpen teljesen mindegy. Ez egy nehéz ügy. És ezért fontos az, hogy az ember jobban legyen a cégeivel. Mert ilyenkor az ember fölhívja a céget, és megmondja, hogy mik azok a körülmények, ahogy őt lehetne dolgoztatni. Ki tudunk-e találni rá valami kompromisszumot, hogy ha nem is teljes értékű munkavállalóként, de azért valaki ennyi idő múlva ne veszítse csak el úgy a munkáját. Ez néha túlmutat a szakmán. Tehát ha az illető egy helyen töltött el 30 évet, akkor jogosan elvárható a cégétől, hogy ő is mutasson valami rugalmasságot, ha létezik erre kompromisszumos megoldás. Ha nem létezik, akkor természetesen el kell engedni, mert azért alapvetően a mi feladatunk azt megakadályozni, hogy egy egészség romlás következzen be, vagy egy betegség tovább fokozódjon a munkakörnyezet miatt. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem a spontán megbetegedések romlása a mi mezőnk, amin mi dolgozunk, nekünk az, hogy a munkakörnyezetből ne legyen baja. És itt néha azért nehéz jókat dönteni. Ez egy fájdalmas mező, ezt senki nem szereti. Tartjuk magunkat. Viszont a siker, az egy sikerélmény. Igen, tartjuk magunkat ahhoz, hogy aktuál politikáról nem beszélünk, de hát ugye itt van ez a fontos kérdés most a COVID kapcsán, hogy ma már bizonyos munkakörökben, így az egészségügyben kötelezővé tették az oltást, illetve a munkáltatói oldalról időről időre lehet hallani olyan hangokat, hogy valami fajta rendszerátszabást kellene itt a dolgozók tekintetében végrehajtani ebben. Hol tartunk ma? Mit látsz, hogy mifelé mennek ezek a folyamatok? Nincs jó válasz. Én amikor szembesültünk először a COVID által kihívásokkal, én azt hittem, hogy amikor lesz oltóanyag, akkor az emberek kapkodni fognak érte. Mert aki be van oltva, az gyakorlatilag úgy kell fölfogni, neki véget ért a járvány. Ehhez képest szembesülünk olyan dolgokkal és olyan furcsa érvekkel, nem használnám a baloncsák kifejezést, de úgy lenne hozzá kedvem, hogy az emberek miért táncolnak hátra abból, hogy beoltsák őket. És amikor ezzel mi szembesülünk, onnantól fogva nem biztos, hogy a cégeknek a feladata a dolgozóikat megvédeni a saját bolondságaiktól. Mi tesztelünk is, teszteltünk elég sokat, oltunk is, amennyit célszerű nálunk oltatni, és radikálisan át kell, hogy gondoljuk az eddigi járvány elleni védekezést. És pedig? Az, hogy ennek lehet-e eszköze a kötelezés, én nem vagyok kötelezés párti, a lelkem lázad ez ellen, adjuk meg a lehetőségét mindenkinek, hogy ne oltasson, de nagyon ne felejtsük azt, hogy minden döntésnek azért van egy következménye. Tehát nem biztos, hogy a társadalomra kéne rátukmálni az ő döntésének, vagy az ő hibás döntésének a következményeit. Tehát nem biztos, hogy az egészségügyi ellátórendszert kéne azzal terhelni, akár közfinanszírozottan, hogyha valaki csak légből kapott ötletek miatt nem oltatja be magát. Ha valamelyik cégünk szeretné kötelezővé tenni cégemből az oltást, akkor mondjuk azt, hogy morálisan támogatom, a többi pedig legyen egy jogi és technikai kérdés. Itt állunk a negyedik hullámnak a küszöbén,
és látom, hogy te nagyon precízen mindig küldesz az ügyfeleidnek, illetve azoknak a partnereidnek, akik számára foglalkozás egészségügyi feladatot látsz el, instrukciókat, leírod az orvosi véleményedet. Számomra mind ez nagyon, nagyon érdekes és egészen különleges, unikális, hogy egy orvos erre is hangsúlyt fektet, mert ma mindenki izzad, teszi a dolgát, a fene se foglalkozik azzal, hogy még próbálja magyarázni is azt, amit ő gondol, vagy mások számára világossá tenni. Most itt a negyedik hullám küszöbén mi a véleményed, mi a teendő, hogyan viszonyuljunk ehhez? Nagyon-nagyon jó a kérdés. Én a cégek irányába, ezekben a kis leveleimben próbálom akár a szubjektív véleményemet is szóba önteni, hogy mi legyen a követendő eljárás. De ne felejtsük el, hogy a járványügyben, virológiában az átlag ellátott cégvezető még nálam is kevésbé informált, fogalmazzak így. Tehát ők azért igénylik azt, hogy körülbelül fejtsem ki a véleményt. A döntés az ő dolguk. Minden egyes cégnek saját maga kell, hogy kidolgozza azokat a stratégiákat minden vonatkozásban, ami a biztonságos és az egészséges munkavégzéshez szükségesek. De néha nem tudom nem leírni akár a szubjektív véleményemet is, hogy én csinálnám, hogy csinálnám. Innentől fogom, hogy a cégvezetők eldöntik, hogy ebből mennyit fogadnak meg, vagy mennyit sem. Ebben talán szerepet játszik, hogy azért néha rajta van az álmatlanság, és hajnalban tudok a legjobban fogalmazni, és amikor úgy érzem, hogy ezt ki kell magamból írni, akkor én ezt megírom. Próbáljuk minél kevésbé terhelni a mindennapi információ dömpinget, tehát nem gyakori levelezésről van szó, de néha úgy érzem, hogy kell. Betegségekről, betegség megelőzésről általában nem szoktam írni. Az ellátott céges levelező listát szinte kizárólag az operatív ügyek intézésére szolgáljuk, ha nyitunk egy plusz rendelést, de a COVID ebből a szempontból kivétel volt, ugyanis nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, akár tőled is, hogy ez tetszik, ez egy jó dolog, és ember a jó dolgokat azt jól esik csinálni. No, tehát most milyen helyzetben vagyunk, meg mennyire kell aggodalommal szemlélnünk a esetleg bekövetkező eseményeket, ha be vagyunk már oltva, és mi van azokkal, akik meg egyáltalán nem oltották be magukat? Sajnálatos módon nem tudok a más eszével gondolkodni. Amióta szembesülök, akár a Facebookon, a közösségi médiában, az oltás ellenesek érveivel és reakcióival, akkor azt a véleményt tudom csak magamévá tenni, hogy a környezetemen belül szeretném ezt a dolgot rendbe tudni, és örülök annak, hogy a családomban mindenki, szűk és tágabb családomban mindenki beoltott, és az ismeretségi körömön belül is kapacitálom őket az oltásra. Mindenféle rémhírekkel ellentétben tudomásul kell venni azt, hogy az oltott, én úgy fogom fel, hogy az oltottnak véget ért a járvány. Lehet, hogy el fogja kapni. Van ennek elméleti lehetősége. Amikor nagyságrendeket vetünk össze, amikor összevetjük a betegség elkapásának valószínűségét azzal, hogy egy esetőleges oltási mellékhatások majd talán előfordulnak, innen, tehát ennél egyértelműbb igazság nem nagyon van a medicínában is. Ez ellen menni bolondság. Aki akar, és nem oltatja be magát, ő viszont tudomásul vette azt, hogy át fog esni a betegségen. Ez a járvány elleni védekezésnek egy alap dolgát határozza meg, akár a cégek oldaláról is, hogy aki nincs beoltva, az át fog esni. Nem most, lehet, hogy jövő héten, lehet, hogy egy hónap múlva, lehet, hogy két hónap múlva. Amikor társadalmi szinten beszélünk a hullámokról és a negyedik hullámról, ott nem az a probléma, hogy a betegek, hogy emberek elkapják ezt a betegséget, hanem az a probléma, hogyha azt a számot, azt a mértéket eléri, ami az egészségügyi ellátórendszer kapacitását meghaladja, onnantól fogva radikálisan romlani fognak a halálozási adatok. És akkor már mindenki máshogy fog gondolni az oltásra, akkor, amikor az életér kapaszkodik, vagy próbál levegőt venni.
csak ezt most kéne ezzel nem valamit tenni, és én próbálok rábeszélni mindenkit, akit tudok, és senkit nem lehet megvédeni saját maga ellen. Hát reméljük, hogy sokan hallgatnak, néznek minket, és megfogadják a tanácsot önmaguk érdekében, és a környezetük érdekében is egyébként. No, de hát akkor a beszélgetésnél evezzünk át egy másik területre, ez pedig a magánegészségügyi szolgáltatás, mert úgy tűnik, hogy ebben is exponálod magad, hiszen az újonnan nyíló Szófia magánklinikában, mely ugye, ha jól tudom, október 1-én nyitja meg kapuit a Szófia utcában, ott is lesz majd egészségügyi szolgáltatás a részedről, illetve rendelés. Mi az oka annak, hogy egyrészt megvan a te praxisod, ha úgy tetszik, illetve együtt dolgoztok a foglalkoztatás egészségügybe a Vízben, és most emellett pedig még társulsz a Szófiához is? Üzemorvoslást mi már viszonylag régen csinálunk. Ahogy nőtt a cég, egyre jobban látom akár a cégek oldaláról is azt az igényt, hogy gondolkodjunk komplexebb vállalati egészségügyi, akár csomagokban, vagy ellátásban, vagy egyszerűen egészséggel kapcsolatos megoldásokban. Két dolgot lehet látni, az egyik részben az igényt a cégek részéről, a másik pedig igényt a dolgozók részéről. Én már korábban is gondolkodtam valami hasonlóban, hogy bevonzani az üzemorvoslás keretei közé egy-egy szakorvost, hogy adjunk valami más szolgáltatást is. De aztán később úgy hozta a sorsa, hogy kaptam egy voluminózusabb megkeresést egy igazán komoly intézmény alapításához, hogy hozzuk össze, csináljuk meg, nem egyedül, hanem kollégákkal együtt, és én emiatt mondtam örömmel, igen, hogy ebbe fantáziát látok. Innentől fogva ezt elkezdjük építeni. Hát elkezdjük építeni, most már nyitás határon vagyunk, de mondjuk azt, hogy a rendszert elkezdtük építeni, és bízom benne, hogy ez nagyon-nagyon jó ki fog egészíteni a korábbi üzemorvosi tevékenységet. Hát, láttam a listát, hogy igazán kiváló nevek és rendkívül felkészült szakorvosok vannak, olyanok is, akik PhD-sok is, ugye ez is egy kicsit talán szokatlan, hogy még magasabb tudományos képzettséggel rendelkező személyek is szerepet vállaltak. Most már nagyon komoly a verseny. A Wanderlich tulajdonosával, dr. Vándorfi Győzővel is beszélgettünk jó néhány hónappal ezelőtt, akkor még ugye a Szófiáról nem volt szó, sőt van Veszprémben másik szolgáltató is. Úgy tűnik, hogy ennek a térhódítása megállíthatatlan, és most ebbe az irányba fog menetelni az egészségügy átrendezése, átszervezése? Igen, tudomásul kell venni, próbálok finoman fogalmazni, hogy az állami egészségügyi ellátórendszer akadozik. És akkor nem használtam a meghalt kifejezést, mert ez így azért nem teljesen lenne igaz, de óriási különbség van a beteg igények és az állami ellátórendszer kapacitása között. Ennek a hátterében nem igazándiból mennék bele, én csak a tényeket tudom megállapítani, hogy itt nagyon sok magánegészségügyi szolgáltatónak tere van. Óriási hiány van, már a magánszolgáltatóknál is nyúlnak a várólisták, és innentől fogva mindenki, aki ezügyben valami értelmeset csinál és szolgáltat, az ezben a számításait is megtalálhatja, illetve hát szolgálja a betegeit, meg azt a dolgot, amit mégiscsak szeretne csinálni, az orvoslást. Igen. Az rendkívül méltánytalan, hogy ugye fizetjük a társadalom biztosítást, és közben pedig plusz pénzt kell fizetnem azért, hogy normális ellátást kapjak. Hát ez régi lemez, de borzasztóan fölháborító egyébként. Tökéletesen igazad van. Igen, igen. Ebben a dologban én jó, akkor nem, most... nem jogalkotó, hanem jogalkalmazó vagyok. Ez azt jelenti, hogy ezt a kérdést nekünk a magunk eszközeivel meg kell tanulni kezelni.
hogy adjunk egy ellátást, de amit mondtál, érveket, tökéletesen igazad van. Na jó, akkor most még szeretnék kérdezni valamit, hogy vagytok-e, vagy lesztek-e biztosítókkal kapcsolatban, tehát, hogy én mondjuk a fizetésem egy részét, most csak mondok valamit, havonta 20 ezer vagy 30 ezer forintot fizetek a biztosítónak, amellett, hogy persze az állam a társadalombiztosítást megfizetteti velem, roppant méltánytalanul így ebben a kiszolgáltatott helyzetben, és ebben az esetben, hogyha ezt a biztosítási összeget megfizetem, akkor annak az erejéig mondjuk a ti magántársaságotok, vagy a magánklinikátok szolgáltatást tudna nyújtani nekem. Tehát van-e szerződés már, vagy van-e erre lehetőség a jövőben? Még nincs, de korán sem zárnám ki, sőt, ez irányba vannak tendenciák, hogy ne csak eseti díjazású szolgáltatásokat nyújtsunk, hanem általánydíjas, kvázi biztosítás alapút is. Ennek a technikát még azért saját magunkban is össze kell rakni. Most elsődleges feladat, hogy nyissuk meg a klinikát, hogy induljunk el, lássuk azt, hogy hol vannak a gyerekbetegségeink, de ha a jövőbe gondolkodunk, akkor feltétlenül igen. Ez a jövő. Uh-huh. Ugye a Szófia magánklinika úgy hirdeti magát, hogy egyedülállóan magas színvonalú szolgáltatást kíván nyújtani exkluzív körülmények között, de hát mindenki valami hasonlóképpen hirdeti magát, aki a magánszférában jelenik meg. Lesz azért a Szófiában egyébként ettől függetlenül valami olyan különleges az orvosok felkészültségén kívül, vagy tudásán kívül, ami más, mint az eddig megszokott magánszolgáltatónál tapasztalható? Amikor mi csináljuk a dolgainkat, akkor én legalábbis kevésbé, lehet, hogy hiba, nem foglalkoztam a konkurenciával, hogy náluk ők mit tartanak különlegesnek. Mi megpróbáljuk a legjobb dolgainkat beletenni ebbe az egész projektbe. A saját lelkesedésünket, nagyon jó kollégák vannak, akik dolgoznak nekünk, nagyon jó üzlettársak vannak közöttük, akikkel dolgozunk, nagyon jó szemléletet kaptam tőlük, és bízom benne, hogy ez a jóság, ez elég lesz ahhoz, hogy jobbak legyünk, mint a többiek. A vágy az mindenképpen nagyon erősen megvan, hogy jobbnak lenni, mint bárki más, mint saját magunk. No, Péter, megérkezünk lassan egyébként a beszélgetés végéhez, és szerintem Laci is erre szeretett volna már kitérni. Mi mindig könyvekről is beszélgetünk, és én azt gondolom, hogy egy ilyen arszpoétika, akár egy új intézmény arszpoétikája is szólhat arról, hogy egyébként mit olvasnak azok, vagy milyen olvasnivalót javasolnak azok, akik ott dolgoznak. Nekem csak gyorsan fölelvintek egy élményemet. Noah Gordonnak van egy Orvos Doktor című könyve, ahol én nagyon jó sztorikat olvastam az orvostás kezdeti időszakáról. Neked van-e valami olyan aktuálisan javasolt, ajánlott könyved, vagy amit éppen most te olvasol és szívesen megosztod velünk? Hát például Richard Dawkins, az önző gén nevű könyve az, amelyik most azt mondom, hogy radikálisan átalakította a biológiáról alkotott elképzeléseimet. Tehát mondjuk azt, hogy nem 180 fokos a fordulat, el kell fogadni, hogy a biológia az a maga leíró jellegével, ahogy már a kezdetektől csinálják, nagyon jó, tökéletes, ez egy másik szemléletet ad. Ez ugye a gének oldaláról fog meg minden, és ahogy a szerző feldolgozza az egész témát, túlnyúló a géneken, a kooperáció, a túlélés, az evolúció egy annyira új és jó szemléletet ad, amire én most azt mondtam, hogy ez egy nagyon nagy, ez jó. Ez egy radikális megközelítés a korábbiakhoz képest? Vagy hogy képzeljük el? Nem tudom, hogy mennyire radikális, hogy nyitott nekem egy olyan új kaput, egy olyan új szemet, egy olyan új aspektust, amivel még eddig nem foglalkoztam. Hát ugye alapszakmámból fakadóan ezzel a biológiával a hagyományos megközelítéshez nyúltunk hozzá, hogy miből hogy lesz betegség, tehát hogy működik az ember. Ez egy picit más, tehát alapvetően ezért úgy fogja fel a dolgokat, hogy eddig úgy tanultuk, ami jogos, hogy vannak az élőlények, és az élőlényeknek vannak szaporítószerveik.
és innen fogva az élőlények majd szaporodnak a maguk szabályaik szerint. És ez így igaz. Ő máshogy nézi, vannak a gének, de a gének önmagukban nem léteznek, tehát nem szaladgál a DNS az utcán. Nekik vannak a túlélőgépeik, azok a földi megjelenése, maga az élőlény, de maga az evolúció, az ő fejlődése, az mind a gének oldaláról nézünk. Például vegyük előtt most a negyedik hullám témakörre, hadd térjek ide vissza. Amikor azt mondjuk, hogy hát a vírus az úgy él, hogy nem is él. Nem létezik, fertőz, öl, de önmagában nem él. Most ehhez képest tudjuk azt, hogy meg fognak jelenni azok a mutánsok, amik ki fogják kerülni az oltást. Nem teljes mértékben, mert azért valami megmarad az alapstruktúrából, de erről szól a mutáció. Ezért jön létre, mert a természet mindent generál. Nem jót generál, hanem mindent. És annak lesz szaporodási előnye a többi vírushoz képest, a korábbi variációkhoz, vagy mutánsokhoz képest, aki mondjuk éppen meg tudja kerülni az oltást, vagy nagyobb százalékba tudja megkerülni az oltást. Tehát ez előrevetíti azt, hogy az oltásokat majd ismételni kell, meg módosítani kell, ez nem volna a mostani szerepéből, és most nem lehetne jobb oltást csinálni, mert akkor az kerülné meg. Uh-huh. Önmagában ez, hogy a gének oldaláról gondolkodunk, a szaporodási előnyről gondolkodunk, mert alapvetően a biológiai célszerűségről gondolkodunk, ez azért egy más, mint a többi. Érdekes dolog, 30-40 évvel ezelőtt, évtizedekkel ezelőtt, ha most kérdezték volna az orvost, kérdezték is, ugye újságban, akkor az orvos válaszolt. Vagy az orvos ajánlott volna egy könyvet, hogy mit tudom én, orvos a családban. Most ehhez képest pedig egy stúdió podcast műsorában génekről beszélünk, milyen örületes módon változott a világ is, meg a kommunikáció is. Nagyon örülök annak, hogy megosztottad velünk a gondolataidat. Köszönjük Patronus Klubunk támogatóinak, tagjainak, hogy ezt a mai epizódot is rögzíthettük, és további jó munkát kívánunk neked. Szervusz, köszönjük szépen. Köszönöm szépen, sziasztok. Jó munkát, köszönjük szépen, szia. Ez a Studio Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!